Magyarországnak már mondom, nem kell szégyenkedni. Érted, mondom? Tehát Magyarországon a paraszt emberek nem kell szégyenkedni. Olyan földünk van, olyan az éghajlati viszonyunk, hogy itt Magyarországon az embereknek nem kell szégyenkedni. Nekem ez a vélemény. Ezt a farm részt itt hajdonás lakossága is mindenki úgy tudja, hogy nyakasfarm, hiszen egy üres terület volt, és így ez már mindenkinek így van a köztudatban, hogy a nyakasfarm. És én erre büszke vagyok, hogy ezt elértem, és ezt a fiaimnak tovább tudom adni. Nyakas András vagyok, 63 évvel ezelőtt születtem Hajdonánáson, őseim 1610 óta vannak jelen Hajdonánáson, és azt szeretném, hogy az unokáim is itt élnének, ezen a földön. Nyakas Andrásnak hívnak, 1983-ban születtem, és a jövőbeni céljaim pedig azok, hogy amit édesapám elkezdett vállalkozásra, sikeresen tudjam tovább folytatni. Nyakas Tamás vagyok, kisgyermekkorom óta mezőgazdasággal foglalkozunk. Remélem, hogy ezt a szeretetet a gyerekeimnek is át tudom majd adni, és ugyanezt a foglalkozást fogják a jövőben végezni, mint én. Kostenfi szálmányunk van, ez egy tejerő tehén, és évi 15 millió liter tejünk van, kérde szépen, és egy tehén tulajdonképpen minden évben egy zárt laktáción 305 nap alatt a 10.900 liter tejet, ami nagyon jó. Minden tehénről nyilvántartás van. Jobban, több nyilvántartás van rólam, mint saját magamról. Ennek megvan az apja, az anyja, anyának apja, nagyapja, mindenkinek. Párosítási terv alapján dolgozunk, hogy melyik tehénre milyen bikát viszünk rá. Minden tehénről mindent tudunk minden nap. Nem én, a doktor. Nekem még ő keveset tud, mert nagyon sokat kell tanulni. Csak azért dolgozik nálunk, mert nincsen jobb. Ha jobb volna, azonnal elküldeném. Elvileg egy átlagos ember voltam világ életemben, nagy akaraterővel, a nyakas nevet egy nyakas ember voltam, mindig határozott elképzelésem volt. A TSZ-ben is megmondom őszintén, voltak jó szakemberek, akiktől tanultam, de voltak nagyon gyenge szakemberek. És azt mondtam, hogy mikor az egyik barátom elkezdett csirkézni, és mondta, hogy mennyit keres, azonnal beadtam a felmondásomat, ez 81. november 13-a volt, azóta magánember vagyok, és akkor onnantól kezdve a pályánk alakult. Azóta is mindig dolgozom, annyi a különbség, hogy most több a vagyonom, több felette, de ugyanúgy dolgozom, mint máskor. Úgy terveztük, és úgy is tanultunk a főiskolán, hogy bátyám a növénytermesztési ágazatot vezeti, én meg ugye az állatok szeretetéből adódóan, én az állatenyésztési részleget szeretném majd képviselni a jövőben. Ezelőtt 25 évvel is, mikor a családi gazdálkodás is volt, végig ott volt Andis, az idősebb fiú, végig ott volt, beült mellém a traktorba, segített kitápolni játszásiból, akkor a csirkéket megfürdöztette, mint a kacsákat kicsikorába. Tehát ebben nőtt bele, világ életünkben ebben nőtt bele, kinőttük magunkat tulajdonképpen, és ők ezzel együtt nőttek fel. Egy rég ennyi volt az egész telep, egy pár évig, és innen hallottunk fokozatosan. A jövőre nézve tervezünk, és már az utat meg is csináltuk neki, hogy a még további fejlődésnek. Egy jobbra is, meg balra is egy-egy 400 férőhelyes istállót szeretnénk építeni majd. Elmúlt 20 évben többször beszéltünk így a határokról, hogy nem eddig fejlesztünk, de ez minden évben át lett lépve, meg lett szegve. Tehát volt itt 300-as tehén létszám, 500-as, 700-as, 800-as, és most 1600-nál járunk, de a legközelebbi célunk a 2000 fej tehén. Mi már így is kinőttük magunkat, de nem tudunk mit csinálni, nem tudunk leállni. Van 100 dolgozónk, ennek a 100 dolgozónak tulajdonképpen 100 család, mi 100 család tartunk el. Itt most már nincs visszaút, ezt mindenféleképpen meg kell tartanunk. Most pénteken lesz az évzáró banketünk, akkor minden évben van egy idézőjelben 13. havi fizetés, egy prémium, ez már az 20 éve szinte minden évben kiosztásra kerül, meg mi évente vágunk a dolgozóknak egy olyan, azt mondom, évente 4-5 alkalommal vágunk ilyen 3-4 bikát, és akkor azt mi ingyen a dolgozóknak ilyen 6 kilós csomagjával kimérjük. Meg minden nap vihetnek a dolgozók egy flakon tejet haza ingyen.
ezen a záró banketen szokták a családot megköszönteni, meg évente van többször olyan, hogy gondolunk egyet, és akkor na, holnap akkor egy kis főzés, egy ebéd a fiúknak. Ma már nem vezetek, úgyhogy nyugodtan töltsetek egy kis pálinkát öreg apátoknak. Pont elég. Pont elég. Mindig a feleségem szed. Ez nagyon lényeges. Nem lényeges. Meg negyedegykor. Negyedegykor. 12 órakor általában úgy rendezik a izét, hogy mindig itt legyünk. És ezt vigyétek tovább te is. Szia, édes egyetlen ági feleségem. Én az ifjabbá szoktam mondani. Andris? Évike lányom az ő a legkisebb, most jövőre fog érettségizni. Egyből sikerült neki a nemzetközi nyelvvizsgája. Olyan, amilyen elő van írva. Azért mondtam, hogy minden a jogi pályára próbáltam irányítani, tudod, mint az összes többit, azért, hogy ha esetleg családi perpatlan van, akkor azonnal az asztalra jut a kislányom, és akkor ő fogja helyre tenni a fiúkat. Azért már itt a 100 dolgozónál vannak jogi dolgok, minden, és akkor így a családi gazdálkodás így van felépítve nekünk. Csípőpaprikát ettem bele a biztonság kedvéért. Szerintem olyan 80 és 80 pár forint között van az átlagos tejfelvásárlási árak most itt a izébe. Na most meg egy ilyen demonstrációt akarok szervezni, de azt mondták, hogy valami kis tejáremeléssel ez elmaradt, azért mert a feldolgozók is, mindenki belátta azt, hogy tejet ennyi pénzért nem lehet. El kell gondolkozni azon, hogy most azt mondom, hogy körülbelül átlagos ár, egy 80 forintos átlagos ár, na most egy liter vizet mennyibe kerül egy liter víz? Na most, ha ennek az előadási költségét összehasonlítsuk egy liter tejnek és egy liter víznek, akkor bizony ezt, aki nem hozzáértő, az is tudja mondani, hogy mibe kerül. Értem? És én csak azt tudom mondani, hogy a tejfogyasztás behozzák Magyarországa a silány gyenge minőségi tejtermékeket, és ez az ok annak, hogy megengedik, hogy behozzák külföldnek a szemétjét ide Magyarországra, ezt ha nem engednék meg, nem volna semmi gond. Kezdetektől fogva extra minőségű tejet termelünk. 3-6-os, 3-8-as zsírral, 3-2-es, 3-3-os fehérjével. A fejés után a tartályba hűtve érkezik a tej, és fejés után jön a kamion és elszállítja, fölveszi a tejet és elszállítja Romániába. Azért, mert ott jobbak a feltételek, mint Magyarországon. Egy picivel többet fizetnek érte, mint itthon. Úgy gondolom, hogy az unokáim is majd egyszer, mint ahogy a nagyfilmekben van, azt mondták, hogy ezt a nagypapa építette, és vagy a dédnagyapám építette ezt a telepet, mint ahogy kint voltam külföldön, és akkor mondják, hogy az őseim csinálták egyik-másik. Én úgy gondolom, hogy mégis azt szeretném, és gondolom is, hogy azért letettem valami az asztalra, büszkék lesznek rá, hogy a nagypapa itt kezdett. Ha 20-30 év távlatában kell gondolkodni, akkor úgy gondolom, hogy több földünk lesz, több szarsanhánk lesz, nagyobb lesz a birodalmunk. És csak pozitív irányba tudok ezzel kapcsolatban gondolkodni. A jövőbeli célom közt szerepel, hogy egy nagyon-nagyon egészséges állományt hozzunk létre, minél kevesebb gyógyszerfelhasználással. Fő szempont még nekem, hogy minél jobb körülményeket tudjunk nekik biztosítani, hogy minél jobb komfortérzetet alakítsunk ki, annak érdekében, hogy a tejtermelés javuljon.